Szeretettel köszöntök mindenkit! Egy új sorozatot indítunk, amelynek címe az, hogy hogyan lopják el a Balatont. Ennek az első részében Zánkáról jelentkezünk. Zánka sokunknak egy nagyon kedves emléke gyerekkorából, bár nekem koromból adódólag nem a úttörőtáborok jutnak eszembe Zánkáról, de családunknak több generáció óta gyakorlatilag ez a második otthona. Most azonban egy szomorú esetről kell beszámolnunk Zánkával kapcsolatban, amely gyakorlatilag a teljes magyar sajtót bejárta. Mint a kisebb bomba robbant volna azon a területen, ahol egy ismeretlen tettes 150-200 köbméternyi földet termelt ki egy korábban nádassal borított területről, elpusztítva ezzel a növényzet mellett az élővilágot is. Gyakorlatilag szó szerint úgy képzeljék el ezt a napokban történt esetet, hogy az elkövető markolókkal esett neki az önkormányzati tulajdonban lévő nádasnak, és a saját telkére vezette be az állami tulajdonban lévő Balaton vizét. Legfelháborítóbb, hogy a kormányhivatal nem érezte illetékesnek magát az ügyben. Az ő véleményük szerint a Balaton ebből a természetrombolásból semmit nem érzett meg, azzal, hogy a saját telkére az illető bevezette, és azzal, hogy a körülötte lévő élővilágot kiirtotta. Így a kormányhivatal nem is lépett semmit az ügyben, nem is bírságol az ügyben. Gyakorlatilag most ott tartunk, hogy az elkövető mindenféle bírság nélkül megúszhatja ezt a tettét. És van még egy olyan szempont, amiről beszélnünk kell, hogy egyáltalán hogy jutott eszébe ennek az elkövetőnek, hogy a saját udvarára bevezesse a Balatont, kivágva ezzel az ottani nádast és az egész élővilágot. A Fidesz kormánynak bevett gyakorlata az, hogy a Balaton egyes részeit eltulajdonítják, Balaton egyes részeire luxus hoteleket építenek, luxus kikötőket építenek, meg semmisítve gyakorlatilag ezzel az élővilágot. Nyilvánvalóan, hogyha nagyok ezt megteltik, akkor egy Balaton menti ingatlan tulajdonosa miért ne érezhetné úgy, hogy ő ezt kicsibe megteheti. Ezért is felháborító, hogy a kormányhivatal ezt az esetet sem szeretné szankcionálni, és ezzel kapcsolatban a Mi Hazánk mozgalom a leghatározottabban felszólal. Ez a sorozatunk is emiatt indult, hogy rávilágítsunk arra, hogy nem lehet kicsiben se ellopni a Balatont, és nagyban sem lehet ellopni a Balatont, mint ahogy ezt próbálták már Balatonaligán és számos helyen, amelyeket be fogunk mutatni a következő időszakban. A Balaton közös értékünk, és azt meg fogjuk védeni bármi áron.